tűrhetetlen, megoldási javaslatot vár a szolgáltatótól az Ady Endre úti csőrendszer cseréjére az önkormányzat. Az elhújt hegymászó gyermekei finanszírozzák az utat, társa keresésére indul a szolnoki Szlankó Zoltán. Zöld uta házasodni vágyóknak május végétől ismét lehet lakszikat rendezni. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Május 21-én pénteken 19 órakor az aktuális látják a nap legfontosabb híreivel. 5 millió átoltott esetén jelentős enyhítések lépnek életbe, közölte reggeli interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök megerősítette, a kijárási tilalom megszűnik, csak úgy, mint az üzletek és vendéglátóhelyek zárvatartási kötelezettsége. Megszűnik a maszk használat, valamint magán és családi rendezvény, továbbá lakodalmat is lehet tartani. Lehetőség lesz a szabadban sportolni. Szabadtéri rendezvények 500 főig lesznek engedélyezve, a zenés táncos rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A 16-18 évesek közül a beoltottak mehetnek rendezvényekre. Az említett enyhítésekhez szükséges 5 millió oltást várhatóan a hétvégén elérik. Az operatív törzs mai ülésén azt is bejelentették, hogy a pünkösdi hétvégére való tekintettel hétfő helyett már péntektől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat. Megoldási javaslatot vár a szolgáltatótól az Ady Endre úti csőrendszer cseréjére az önkormányzat. A rendszeressé vált csőtörések miatt minél előbb teljes megoldást kívánó beavatkozásra van szükség, hangsúlyozta Szalai Ferenc. Szolnok polgármestere döntés után című műsorunkban az Ady Endre úti volt CBA és szövetségáruház jövőjéről is beszélt. Szolnok a vizek városa, a megtisztelő cím azonban nem cseng mindenütt jól, például az Ady Endre úton sem, ahol az elmúlt időszakban egymást érik a csőtörések. A helyzet mára tarthatatlanná vált, ezért az önkormányzat a víz- és csatornaművek koncesszió ZRT-től mielőbbi megoldást vár. A témában a héten tartottak egyeztetést a városházán. A piactól az Ady Endre úti körforgalomig a teljes cseréje a vízvezetéknek és a teljes útburkolat cseréje egy program része lesz, a víz- és csatornamű most kell, hogy az asztalra lerakja ezt a programot. Ebből majd kiválasztjuk, hogy igazából mekkora mértékben tudunk itt helytállni. Ha a források biztosítása a kérdés, ha egy mód van rá, akkor a víz- és csatornamű koncessziós díja terhére fogjuk megoldani, ha ez kevés, akkor saját forrást is be kell, hogy állítsunk. A város tengely útjának is számító Ady Endre út másik végén a volt CBA és a szövetségáruházak jövője foglalkoztatja a lakókat. Az évek óta üresen álló épületek tulajdonosával folyamatos az egyeztetés, most úgy tűnik karnyújtásnyira került a megoldás. Egy pályázati forrás kell, hogy rendelkezésre álljon, ami július hónapban kerül kiírásra. Ennek a pályázati forrásnak eredményeképpen gyorsulhat föl. Elsősorban a Domuszáruházban lévő CBA területen lévő élelmiszerbolt megnyitása. A tulajdonos is ezt szeretné. Megvan az üzemeltető, aki oda, mint élelmiszerbolt be tudna költözni. Ettől még az egészről konkrétan akkor lehet beszélni, hogyha ott elkezdődik a munka. A Magyar Hegymászó Társaság három tagja vesz részt abban a kereső expedícióban, melynek célja 2021 elején elhunyt amerikai hegymászó holttestének felkutatása. Az utat az amerikai sebészorvos fiai finanszírozzák a tragédia után indított gyűjtésből. Szlankó Zoltán és társai a napokban indulnak Nepálba. A Föld 12. legmagasabb hegye a Broad Peak expedíciója kapcsán a Pastore Peak nevű akklimatizációs hegyről egyedül tért vissza az alaptáborba a szolnoki hegymászó. A társam, ha minden igaz, akkor ott lezuhant, és bár helikopteres kereséssel úgy tűnt, minthogyha látnánk a testét, de a rákövetkező havazásokban újra elveszett, és egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan hol van. Éppen ezért a fiai kérésére a jövő héten szerdán indul egy expedíció. A Magyar Hegymászó Társaság három tagja vesz részt a keresésben. A legnagyobb probléma, én úgy gondolom, az, hogy nincs meg a holttest.
Tehát nem lehet lezárni az, hogy valójában mi történhetett. Nem lehet tudni. Nem tudnak elbúcsúzni tőle, mint hogyha belegondolunk, ugye akkor egy ravatalkor a temetőben el tudunk búcsúzni egy szerettől, aki ott fekszik, akiről tudjuk, hogy ott van. De itt minden bizonytalan. Itt egy eltűnésről van szó. A természeti erők, a hegy maga mindenben sokkal fölöttük áll, mondta. Nem lehet tudni, valójában mi történt. A szolnoki hegymászó azóta is sokat gondolkozik, miért nem sikerült észérvekkel meggyőznie Alexet, hogy ne menjen fel. Az, hogy beigazolódott, jól ismerte fel a veszélyes helyzetet, jó döntéseket hozott, egyértelművé teszi számára a múltat. Mindemellett a mostani expedíció hat az érzelmekre is. Meglátni Alexet halottként az biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Egyébként maga az expedíció egy nagyon nagy szakmai kihívás. Hogyha belegondolunk abba, hogy igen, teljesítjük a fiának a kérését, hogyha eredményesek leszünk, az megint csak egy jó érzés. Tehát a szélsőségek között mozgunk rettentően. Ami biztos, hogy egyrészt fog nagyon szép perceket okozni, és fog nagyon nehezeket is. A három magyar hegymászó, Szlankó Zoltán, Suhajda Szilárd és Mészáros Csaba egy hónapot tölt majd a Pásztore Peak-en. 5600 méteren másznak majd sokat. Pakisztáni magashegyi teherhordók és tábori személyzet segíti majd a keresést. Május végétől ismét lehet lagzikat rendezni, jelentette be Gulyás Gergely. Szolnokon és a környékbeli településeken is megindult a nagy roham. Akadnak fiatalok, akiknek ez a nyár a harmadik áthelyezett időpontjuk, ezért nem ritka idén nyára a hétköznapra szervezett lakodalom sem. Bizonytalanságok azonban még akadnak az oltás miatt. Vannak, akik már háromszor is elhalasztották esküvőjüket a koronavírus járvány miatt. Sok helyen csak álom maradt az álom esküvő nagy nász néppel. Május végétől azonban újra lehet lagzikat tartani. A Kétpói kastélyban június elején rendezik az elsőt. Nagyon sok mennyasszonyunk körül ennek, és meg is kezdődik júniusban állunk az esküvőszezon, hogyha tényleg most már ez végleges lesz. És 200 főig lehet, láttam esküvőket tartani, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk, és nagyon örülünk. Úgyhogy. És van, aki még most kezdi szervezni az esküvőjét. Akár egy hónap alatt is meg lehet szervezni egy esküvőt, még nagy násznéppel is. Az egyik zagyvarékasi panzióban már 29-én is tartanak lagzit. Erre az évre már 4 lakodalmat jegyeztünk fel, vagy írtam föl. Többek között tegnap is volt egy ifjú pár, aki tavalyról elmaradt lakodalmat fogja ebbe az évbe pótolni. A számítások szerint 30%-kal esik vissza az idei forgalom. A járvány okozta helyzet és a rapid megoldások miatt nem lesz ritka a hétköznapi esküvő és lakodalom sem. Szolnokon többnyire fix, eladott időpontok vannak. Az egyik 80 fős lakodalmakat vállaló Szajoli rendezvényközpont beltéri helyszínre szervezi a menyegzőket. Ez azonban még okoz némi bizonytalanságot. Én még nem látom világosan tisztán, hogy akkor most nálam, benn, zárt téren, oltott-oltatlan lehet együtt. Nekem ez nem világos, hisz azt írta, hogy benn kell az oltási igazolvány. De a másik pontban azt mondta, lakodalmakat lehet tervezni. Nekem még ez nem tiszta. Ezért folyamatosan figyelik a szabályozásokat és a friss híreket. A helyszínek és a házasulandó párok célja is ugyanaz, feledhetetlenné tenni a nagynapot és megosztani a frigy örömét minél több családtaggal és baráttal. Szombaton nyit a Véső úti egykori MÁV strand. A járványügyi előírások miatt a belépéshez védettségi igazolvány szükséges. Részletek mindjárt most a folytatásról címszavakban. Újra kezdte magyarországi körútját, ma a szolnoki belvárosi templomba érkezett a Fekete Madonna kegykép másolata. Nyitnak az Erzsébet táborok mellett a népszerű csodaszarvas tematikus tábort is megszervezi a szolnoki tankerületi központ. Szombaton nyit a Véső úti egykori MÁV strand, a járványügyi előírások miatt a belépéshez védettségi igazolvány szükséges. Kettő, három. Szóval!
Ez a város legújabb selfie pontja a Véső úti sporttelep közepén. Itt van a szolnoki labdarúgás és a kosárlabda bölcsője. Itt készülnek, versenyeznek az atléták, a vívók. Hamarosan elkészül a küzdősport részleg is, így várhatóan évente több ezren érkeznek ide az ország minden tájáról. Itt ez egy olyan selfie pont lesz szerintünk, és nagyon fogják szeretni kedvelni a fiatalok, és hogyha viszik hírünket, hogy Szolnokon voltak egy ilyen játékos, könnyed felirattal, kifejezve természetesen a szolnokiságot, sportban vagyunk, gyerekekről, fiatalokról szól a sport, illetve maga a strand része is egy örömforrás. A selfie pont mögött már az újranyitásra készül a Véső úti strand, amely közel két évtizednyi kényszerpihenő után tavaly októberben nyílt meg. Ám a koronavírus járvány miatt az újrakezdés Tiszavirág életű lett. Most viszont már csak a jó idő kell ahhoz, hogy megteljen a fürdő. Nyitás szombat reggel 8 órakor. Akik rendelkezésre áll az oltási igazolványuk, bemutatva a személyigazolványukat, azok az a sportolókat, akik versenyengedéllyel, illetve sportorvosi igazolással rendelkeznek. 18. életévüket be nem töltött vendégek csak olyan nagykorú kíséretében mehetnek, aki rendelkezik védettségi igazolással és személyazonosságát igazolni tudja. Új előírás, hogy a strandfürdő egész területén a strandpapucs használata, illetve a pénztárnál kapott beléptető óra viselése a strandfürdőben tartózkodás egész ideje alatt kötelező. Újra kezdte magyarországi körútját, és ma a szolnoki belvárosi templomba érkezett a Fekete Madonna kegykép másolata. A lengyel függetlenség szimbólumaként is ismert ikonhoz számos csodatétel kapcsolódik. Eredetiéhez minden évben milliók zarándokolnak el a lengyelországi Jasna Góra pálos kolostorába. A pünkösdi hétvégén Szolnokon tartanak ünnepi istentiszteletet a Fekete Madonna ikon előtt. Veszprémből érkezett Szolnokra ma délelőtt a híres Fekete Madonna kegykép másolata, melyet Hartung Ferenc atya és segítői fogadtak, majd helyeztek el a belvárosi Szent Háromság templom oltára előtt. Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása tavaly országos imakörútra indult, amit aztán a pandémia megszakított. Idén azonban folytatódik, az ikon több mint 50 olyan magyar városba jut el, ahol lengyelek is élnek, majd július végén érkezik meg végállomására a Derenki búcsúra. Császtóvai Szűzanya, könyörögj érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A lengyel katolicizmus és függetlenség szimbólumát is képviselő kegykép eredetiét a hagyomány szerint Szent Lukács festette cédrus táblára Jeruzsálemben, és Konstantinápolyon keresztül jutott el Lengyelországba, a jasnagórai pálos kolostorba. Az ikon vélhetően azért kapta a Fekete Madonna nevet, mert sötét arcbőrrel ábrázolja Máriát és a karjában tartott kis Jézust. A Fekete Madonnához számtalan csodatétel fűződik, ezek közül az egyik legkiemelkedőbb az 1656-os özönvíz. A svédek, mint egy özönvíz, mint egy áradat jöttek Lengyelországba, ezt Senkiewicz is megírta a Potop nevű könyvében, és a lengyel történelem is Potopként említi ezt meg, és Częstochowában a kolostornál sikerült egy maroknyi kis seregnek megállítani a svédeket, és innentől kezdve egy sikeres háborút folytattak, a szabadságukat visszaszerezték. Ez a különleges kegytárgy lesz a középpontjában a szombaton 18 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletnek, melyre mindenkit szeretettel vár a szolnoki lengyel nemzetiségi önkormányzat. A Szent Mise azonban nem csak a Fekete Madonna jelenléte miatt lesz egyedi alkalom. Nem mindenhol és mindig lehet hallgatni egy gyönyörű hangopera énekesnőnek az előadásában a Fekete Madonna énekét magyarul, a pápa, II. János Pál pápa kedvenc énekét, a Bárkát lengyelül, és az Ave Máriát a mise elején majd olaszul fogjuk hallani, majd a mise befejezésekor Wolf Péternek a magyar nyelvű Ave Máriáját fogja a hölgy előadni. A Częstochowai Fekete Madonna az egész pünkösdi hétvégét Szolnokon tölti, az ünnepet követően pedig Debrecenben folytatja imakörútját. Az Erzsébet táborok mellett a népszerű csodaszarvas tematikus tábort is megszervezi a szolnoki tankerületi központ. Hamarosan jelentkezni is lehet majd a programokra. Az elfogyott szabadságok miatt óriási az igény a táborra, minden iskolában nagy üzem van.
A szolnoki tankerületi központ pályázaton nyert csak nem 100 millió forintot a népszerű csodaszarvas tematikus táborok megszervezésére. A csodaszarvas iskolai közösségi program célja a magyar köznevelés módszertani megújítása, a pedagógusok eszköztárának bővítése. A program bentlakásos, illetve napközis táborai a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. Ez mindig a tanév vége utáni két hetet követően kerül megrendezésre. Erre majdnem 90 millió forintot nyertünk, így 15 iskolába, itt Szolnok-Szolnok környékén, ebből 4 nagy szolnoki iskola is benne van. Ott lesznek ezek a tematikus táborok. Ez mindig egy hétig tart, ami mindenféle programok vannak, ki a sport, ki a honismeret, ki a művészet, és egyéb témakörökben zajlik ez, és egy napon ráadásul meg van finanszírozva egy kirándulás is valahova az országba. Tavaly 28 helyszínen csak nem 2600 gyermek vett részt a tankerület által szervezett Erzsébet táborban. Mind a 10 szolnoki általános iskola és a Kunszentmártoni térség is csatlakozott a programhoz. Erzsébet tábor természetesen idén is lesz. Erre júniusig pályázhat a tankerület. A programokat az iskolák pedagógusai szervezik és tartják. Összehangoljuk a önkormányzattal, hisz a Szolnokvárosi Önkormányzat évtizedek óta szokott nyári napközis tábort szervezni a Tiszaligetbe, így azt szeretnénk, hogyha ezek össze vannak azért fűzve, hogy egy-egy gyerek el tudja dönteni, hogy melyik táborba szeretne menni, úgyhogy az elkövetkező két hétnek lesz szerintem ez a feladata, hogy a szülők megismerjék, hogy milyen lehetőségek vannak, és tudjanak jelentkezni a gyerekeikkel erre. A táboroztatások során mindig az épp érvényes járványügyi szabályokat veszi majd figyelembe a szolnoki tankerületi központ. A korlátozások enyhítése a táboroztatásra is kihat, a részletes szabályozásra még várni kell. Az már biztos, hogy idén nyáron nem csak napközis, hanem az úgynevezett ottalvós tábort is lehet majd szervezni. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a kistelepülésen élő gyerekek is sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Ezt támogatja az a Mentor program, melynek keretében egyetemista diákok segítenek pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat. A közös élményszerzést szolgálhatja az a különleges sporteszköz, melyet tegnap vettek birtokba a csépai általános iskola diákjai. A frissen érkezett új sporteszközzel ismerkednek a csépai gyerekek. A tegból asztal, amely leginkább egy hajlított pingpongasztalra hasonlít, magyar találmány, és többféle labdajáték űzésére is alkalmas. Mi mindenre lehet ezt használni? Focizni, repizni, pingpongozni és teniszezni. A tévében láttam már meg ugye interneten, hát azt tudom, hogy ilyen focizni kell rajta, nem tudtam, hogy ilyen többféle sport is van rajta, úgyhogy ezt örömmel hallom, mert hát a foci ugye mondtam, hogy nem az erőségem. A tegból asztal a Tanítsunk Magyarországért program keretében érkezett a csépai általános iskolába. A program célja, hogy a kis településen élő gyerekek élményeken keresztül jobban megismerjék a világot, sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Ebben egyetemista mentoraik segítik őket. A mentorok heti átlagban egy napot töltenek a mentoráltakkal, vagy eljönnek hozzájuk Csépára, vagy az összes többi általános iskolába. Közel 60 általános iskola vesz már részt a Tanítsunk Magyarországért programban. Több mint 2500 mentoráltat mentorálnak a Tanítsunk Magyarországért mentorai. Tehát eljönnek hozzájuk, segítenek nekik a házi feladat megírásában, segítenek, hogyha valami nem megy, segítenek nekik a közösséget építeni, és el is viszik őket, megmutatják nekik a munka és továbbtanulási lehetőségeket. Kecskeméten tanulok a Neumann János Egyetemen, onnan jöttünk mind a ketten, sőt mind a négy mentor, és azért tartottuk fontosnak, hogy ide jöjjünk mentorálni, hiszen több lehetőségünk is volt, hogy mik azok a tárgyak, amiket felvegyünk, de a hátrányos helyzetű diákoknak szerettünk volna segíteni. A koronavírus miatt nem tudtunk még bővebb programokat csinálni, de sokszor beszélgettünk, volt mikor tanultunk, unoztunk, meg mindenféle társas játékokkal játszottunk. A jelenléti oktatás újraindulásával már több lesz a lehetőség a személyes kapcsolatok kialakítására. A tervezett programok között közös sportolás és kirándulások is szerepelnek.
Nem sokkal első kiadásunk előtt a szolnoki olajbányász 81-77-re hosszabbításban nyerte a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének harmadik mérkőzését. Folytatás hétfőn Szombathelyen. Itt hívjuk fel nézőink figyelmét, hogy a mai mérkőzést felvételről hétfőn 17, valamint 20 óra 30 perctől tűzzük műsorunkra. Már szombat délután megszerezheti fennállás a 10. bajnoki címét a Szolnoki Dózsa. Ehhez a póló csapatnak csupán annyit kell tennie, hogy nyer a Nyék Imre uszodában. A vártnál jóval nagyobb arányban 18-10-re nyerte a döntő első meccsét a szolnoki pólócsapat. A 8 gólos siker annyiban nem volt váratlan, hogy a vlv.hu oldalon három tippelő is telibe találta a végeredményt. A második meccs előtt is szükség lesz a szerencsére ahhoz, hogy valaki előre megmondja, mi lesz a vége. Az OSC többször is bizonyította már, hogy jobb csapat annál, amit az első mérkőzés 8 gólos veresége sugallhatna. Ugyanakkor a Fradi elleni győztes elődöntő rengeteg fizikai és mentális energiát emésztett fel, nagyban ennek tudható be a nem várt különbség. A szombati aligha nem teljesen más meccs lesz. Egy a versenyben maradásért küzdő OSC-vel az egyik, és a kellő önbizalommal, tapasztalattal bíró Szolnokkal a másik oldalon. Az viszont biztosnak tűnik, hogy nagy meccs lesz ez is. Ha Angyal Dani úgy sziporkázik elől-hátul, mint tette azt szerdán, ha a Nagy Viktor legalább úgy véd, mint az első meccsen, ha a szezon folyamán meghatározó játékossá érő szolnoki ifjak, Konarik Ákos, Nagy Ádám, Kovács Gergő, Szeghalmi Zsombor, Teleki András hozza, amit eddig, úgy nem lehet baj. A Vízilabda Szövetség ajánlásának megfelelően az OSC sem enged be nézőket uszodájába, így a szolnoki aranyérmért szorítóknak egy dolguk lesz, szombat délután 16:30-kor az M4 sportra kapcsolni. Roppant bonyolult metafizikai folyosókon, de a képernyőn keresztül is megtámogatja a csapatot a szurkolás. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a szombati Új Néplapból. A digitális oktatás után visszatérve a tantermekbe a diákok lelki egyensúlya is fókuszba került. Több intézményben osztályfőnöki órákon beszélgettek az eltelt hónapok tapasztalatairól. A Szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskolája egyik folyosójára pedig kibeszélő táblát helyeztek ki, ahova mindenki feljegyezheti érzéseit, a cédulákat később emlékként őrzik majd meg, írja az Új Néplap. A megyei napilap szombati száma Szolnoki és Szolnok környéki oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Tűrhetetlen megoldási javaslatot vár a szolgáltatótól az Ady Endre úti csőrendszer cseréjére az önkormányzat. Az elhunyt hegymászó gyermekei finanszírozzák az utat, társa keresésére indul a szolnoki Szlankó Zoltán. Zöld út a házasodni vágyóknak, május végétől ismét lehet lagzikat rendezni. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szumával szombaton hírek plusszal hétfőn, aktuálisan legközelebb pedig kedden a szokott időben 19 órától várjuk Önöket. Viszontlátásra!